szeretettel köszöntök mindenkit, az itt ülőket is, és akik az interneten keresztül figyelnek bennünket. Ugye ez az előadás sorozat, ugye talán mindenki tudja, fizikusokkal párhuzamosan megy, ugye az atomcsill, láttam itt a kollégákat, akik azt szervezik, tehát nem beszéltem meg velük, de ez akár annak a része is lehetne, bár én nem vagyok olyan jól képzett fizikában, mint persze a fizikus kollégák, de valami hasonlóról fogok beszélni, és ráadásul ugye ez a fúziós energiatermelés, amire majd a végén fogok kilukadni, az egy olyan terület, ami nem régen volt az atomcsillben is egyen előadás, Zoletnik Sándor vezetésével, aki a magyar fúziós részvételnek a vezére, és hát ő sokkal inkább a részletekbe ment. Az én célom ezzel az előadással, hogy egy kicsit messzebbről világítsam meg, hogy működnek dolgok, hogy működik egy hagyományos, mondhatni hagyományos atomreaktor, hogy működik majd a fúziós atomreaktor, mik a nehézségek, mik a kihívások és mik az előnyök. Egy kicsit megértetni szeretném ezt, nem csak tényeket közölni, remélem, az sikerülni fog. Tehát amikor én a egyetemen az előadásaimat kezdem, nukleáris kémia címmel, akkor szoktam az elején tenni egy kérdést teszek föl, hogy az embereknek körülbelül mik az elképzeléseik arról, hogy ha látjuk ezt a képet, én most próbálom itt a lézermutatóval, ugye ez a viszontai hőerőműnek a képe, ahol ugye hát szenet égetnek és azzal termelnek energiát, ez pedig a paksi atomerőműnek a látképe, ahol ugye makasadással termelik az energiát, és meg szoktam kérdezni a hallgatóimat, hogy mit gondolnak, hogyha összehasonlítjuk ezt a két folyamatot, tehát a szén égését oxigénnel széndioksziddá, és egy uránmagnak az elhasítását, ez csak egy példa a sokféle hasadásra, akkor hányszor több energia szabadul föl a második folyamatban. És volt már, hogy megkérdeztem a vonaton csak úgy egy utazó partneremet, aki nem volt szakmabeli, és akkor azt mondta, hogy legalább 10-szer annyi. Hát ez nagyon alábecsült ezzel természetesen. Én most megkérdezem, hogy mondjuk ki szavaz arról, hogy mondjuk 1000-szer annyi. Itt van egy szavazat, igen. A profik kérem kiméljenek, akik tudják a választ, de ez az is jó. Ki szavaz mondjuk 10 000-re? Még mindig, igen. 100 000-re? Mindenki profi lesz, látom, 1 000 000-ra mondjuk kiszavaz, igen, az már közel van. Na, akkor elmondom a végét 50 milliószor annyi. Tehát azért, amikor ezt egy laikus meghallja, akkor azért ezen megdöbben, ugye? Tehát 50 milliószor annyi energia szabadul föl. Természetesen Pakson nem olyan sűrűn hasogatják az uránmagokat, mint ahogy a szenet égetik Viszontán, mert az atombomba lenne körülbelül, tehát erről szó sincs. De cserébe viszont a felhasznált üzemanyag mennyisége az jóval kisebb. Tehát ez a végső válasz, tehát 200 megaelektron volt körüli energia szabadul föl, tehát ez egy 50 milliószoros a szénégetésének. Azt hiszem, hogy ha csak ezt látja valaki, akkor elhiszi, hogy azért erről az emberiség, erről az energiaforrásról nem fog egyszerűen lemondani. Tehát tudjuk nagyon jól az atomerőműveknek a veszélyeit, a problémáit, vannak zöld mozgalmak, akik ugye hát bezárásra ítélnék ezeket az atomerőműveket. Nem hiszem, hogy középtávon erre sor kerülhet, hangsúlyozom középtávon. Azon kívül, ami engem aggaszt, hogy hát nem hiszem, hogy a katonák lemondanak erről. Tehát, és ha elérjük azt, hogy a civil életben szinte senki sem fog már érteni ezekhez a tudományokhoz, hát én nagyon aggódnék. Tehát ezért ezt a tudást fönn kell tartani, szerintem. Úgyhogy én most erre teszek egy kísérletet, hogy itt hirdessem azt az igét, hogy mindenki tájékozottabb legyen egy kicsit ezekről a kérdésekről. Tehát a következő diám is arról szól, hogy hát ugye itt ahonnan az energiát ugye előszedjük, az az atommag, az atommagnak az átalakítása, és az első fontos kérdés, hogy az atommag stabilitása mitől függ. Persze az atommagról nagyon sokat tudunk már, de nagyon sokan részletkérdés van, aminek a megértése is nagyon sok nehézségbe ütközik. Ugyanakkor van egy-két olyan egyszerű megfigyelés, olyan ökölszabály, aminek a birtokában már azokat a dolgokat, amikre mi felhasználjuk az atomenergiát, ahogy nyerjük az atomenergiát, az már megérthető. Tehát ami nagyon fontos ebből a szempontból, aztán mindenki tudja, a középiskolás diákok is, hogy ugye protonokból és neutronokból áll az atommag, és amit én nagyon hangsúlyozom, és nem követtem azokat az ábrákat, ami a legtöbb tankönyvben van, hogy rajzolnak ilyen piros meg fehér bogyókat, vagy piros meg kék bogyókat, amiket én most itt alkalmaztam ezen az ábrán, hanem szándékosan ezt az atommagot ilyen homályosra csináltam,
hogy arra felhívom a figyelmet, hogy amikor az atommagot összerakjuk neutronokból és protonokból, az nem ugyanazt jelenti, mint amikor az atomot atommagból és elektronból összeépítjük. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogy a protonok és elektronoknak a protonoknak és a neutronoknak a kölcsönhatása az olyan jellegű, hogy ez nagyon intim kölcsönhatás, szóval talán van, aki tudja, hogy ugye kvarkok és gluonokról van szó, amikből a protonok, neutronok felépülnek, és sokszor a nagyon magas gerjesztettségű atommagokat szívesebben írják le, úgyhogy kvarkok és gluonoknak a plazma állapota, mint hogy protonokból és neutronokból állnának. Hogy ez a kép, ez az egyszerű összerakom, és akkor úgy van, ahogy ezt elképzeltük, az eredeti proton, eredeti neutron egymás mellett, hogy ez nem stimmel, az is bizonyítja, hogy a neutron az egy nem stabil részecske, annak körülbelül 10 perc a feledési ideje. Tehát valami kell, hogy történjen vele az atommagban, hogyha túléli. Ugye? Hát vannak stabil atommagok, ugye? Mi is azokból vagyunk. Tehát ez egy nagyon érdekes része ennek a történetnek. Amit odaírtam, és nagyon fontos, hogy a protonok, ugye négyféle kölcsönhatást ismerünk a természetben, ugye a gravitációs, elektromágneses, erős és gyenge kölcsönhatás. Itt bennünket ebből kettő érdekel különösen. A protonokra ezek közül kettő hat igazából, az elektromágneses és az erős kölcsönhatás. Tehát az erős kölcsönhatásról annyit érdemes tudni, hogy ez egy tisztán vonzó kölcsönhatás, és ami nagyon fontos része a történetnek, hogy ennek a hatótávolsága olyan, hogy lényegében csak a szomszédos nukleonra hat. Nukleonnak nevezzük a protont és a neutront összefoglaló néven. Ez egy nagyon fontos része. Sokkal erősebb, mint az elektromágneses kölcsönhatás, tehát két proton taszítása, az sokkal gyengébb, egymás mellett lévő proton taszítása, az sokkal gyengébb, mint az erős kölcsönhatás által biztosított vonzás, de még sincsen két protonból álló atommag. Ez mutatja, hogy a kép az egy kicsit bonyolultabb, mint amit szeretnénk, de erre nem lesz majd szükségünk a következőkben. Tehát elektromágneses és erős kölcsönhatás, a neutronokra csak az erős kölcsönhatás hat, ez nagy szerencse, tehát ez egy tiszta mozgó kölcsönhatás, hogyha fel akarunk építeni protonokból és neutronokból atommagokat, akkor a proton-proton taszítást azt kompenzálhatjuk neutronok hozzáadásával, ami tisztán vonzó kölcsönhatást visz be, tehát stabilizálja a magot. Tehát el is érkeztünk azt, hogy mikor stabil egy atommag. Az első, tehát nagyon egyszerű dolgokról beszélek, nagyon egyszerű kijelentés, ha túlságosan nagy. Mit értek én ez alatt? Itt lesz fontos az, amit az imént említettem, hogy az erős kölcsönhatás az csak rövid távon hat, kizárólag a szomszédokra. Viszont a proton-proton taszítás, az ugye 1/R4 szerint van, tehát változik, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hatótávolság a végtelen. Tehát, hogyha én elkezdek felépíteni egy atommagot, akkor miközben az erős kölcsönhatás mindig csak a szomszédokkal működik, addig a protonok egymástól viszonylag távol lévő protonok is egymást taszítják. Tehát egymástól távol lévő nukleonok nem vonzzák egymást, de egymástól távol lévő protonok még taszítják egymást. Ebből az következik, hogy a periódusos rendszernek vége lesz. Tehát nincs akármennyi elem. Hogyha megnézzük a periódusos rendszert, valóban a bizmur az utolsó elem, ami még teljesen stabil. Jó, most vannak új kutatások, hogy a bizmutnak van egy feledési ideje, ami körülbelül a világegyetemnek a, nem tudom, 100 000-szerese időben, a világegyetem korának a 100 000-szerese, felejtsük el, tehát mondjuk a bizmut az még stabil. És már láttam érdekes dolgok, hogy látják utána a polónium, az asztácium, a radon, a francium, a rádium, aztán utána az aktinium, és csak utána jön egy viszonylag stabil elem, a tórium, majd egy szünet, és jön két uránizotóp. Tehát ez mutatja, hogy én egyszerű modellekről beszélek, hogy túl nagy, de azért nem olyan egyszerű az élet. De az, hogy túl nagy ez probléma, azt azért meg lehet magyarázni viszonylag könnyen, hogyha elképzeljük, hogy a neutronokkal akarjuk kompenzálni a proton-proton taszítást, ami ugye akkumulálódik, egyre több lesz, akkor egy idő után elérjük egy olyan esetre, amikor már nagyon sok neutron van a magban a stabilizálás érdekében. Most gondoljunk bele abba, hogy hozzáteszünk még egy neutront. Ha az nem kerül két proton közé, és ennek már nagy az esélye, hogyha túl sok a neutron, akkor nem csináltam semmit. Tehát ez a kompenzálás, ez egyszerűen haszontalan lesz egy idő után, és megáll a stabil atommagoknak a száma itt végződik,
És itt valóban az is logikus, hogy ezekben a nehéz elemekben az uralkodó bomlás típus, az alfa bomlás, mindjárt látjuk, az mit jelent, azaz ténylegesen a proton-proton taszítás, mondható így, ténylegesen a proton-proton taszítás ugye, teszi tönkre a magot, és okozza az instabilitást. Most visszamegyünk ide, tehát látjuk, ha túl nagy az atom, az baj, mert a két kölcsönhatás versengése már nem teszi lehetővé a további stabilizálást. A másik, hogy akkor, ha optimális a proton-neutron arány. Na, ez egy rémesen bonyolult kérdés már egyébként, mert az ember gondolhatná, hogy jó, hát hogyha van egy optimális arány, na, ha több a proton, azt úgy értjük, ha a proton-proton taszítás miatt az nem lehet stabil, azt értjük. Bár igaz, akkor megint egy ilyen alfabonás szerint várnánk, de nem az fog történni. Ha túl sok a neutron, arra mondhatnánk, hogy hát miért? Hát minél több neutron teszünk a magba, akkor annál stabilabb lesz, hiszen tisztán vonzó kölcsönhatást viszünk be a magba. Na ennek a határa meg az is lehet akár, hogy mit mondtam, hogy a neutron az egy nem stabil részecske. Hát hogyha a neutronok mellé teszek még egy neutront, akkor az miért lenne attól stabil? Jó, ez sem ilyen egyszerű, mert sokkal kisebb neutron számnál megtörténik valami más, és ez a béta bomlás, majd látjuk, hogy ez mit jelent. Ha megnézzük a stabil magoknak a tartományát, ugye ezen az ábrán mit látunk, a vízszintes tengelyben neutron számban, a függőleges tengelyben proton szám, és a fekete kockák jelzik a stabil magok tartományát. Ugye itt van valahol, ez itt éppen, ami be van jelölve, ez az ólom, a fölött van még a bizmut, utána egy szünet, és itt van valahol az urán és a tórium. Látszik, ott már sárga mező, az már alfabomlásnak a területe, erről beszéltem, hogy nehéz magoknál tipikus az alfabomlás. Nem csak ott, de ott tipikus. Hogyha több a proton, mint a neutron, az optimálisnál, hangsúlyozom, optimálisnál, akkor béta pozitív bomlás történik, mindjárt látjuk majd, hogy ez mit jelent, ha pedig túl sok a neutron, akkor béta negatív bomlás történik. Ez a leggyakoribb radioaktív bomlás típus egyébként a természetben, sőt, az atomreaktorokban is majd meg fogjuk látni, hogy miért. Na most látjuk ide itt a stabilitási tartományt, ezek a fekete kockák, hogy ez a modellünk mennyire sérül néha, azt is mutatja, hogy van két olyan elem, ami akár létezhetne is, de nem létezik, ezek a technécium és a prométium. Tehát ezekhez a proton számokhoz egyszerűen nincs olyan neutron szám, ami stabilizálná a magot. Tehát ez mutatja, hogy valamivel komplikáltabb a világ, mint ami, hogy most én bemutatom, de legalább elismerem, hogy hol vannak a tudásunk határai. Tehát a mi modellünk össze, hogy miért, például miért halmozódik fel akkora mennyiségű rádioaktivitás egy atomreaktorban, azt ezzel az egyszerű tendencia törvényekkel meg lehet magyarázni. Tehát instabil a mag, hogyha túl sok a proton, instabil a mag, ha túl sok a neutron, bármilyen rendszámtartományban, ugye ez mindig igaz, de a fekete mezőben is van stabilitási különbség. Ha mindazokat azokat a tényezőket figyelembe vesszük, amik a mag stabilitását befolyásolják, és most megemlítem még, amit itt az alján írtam, hogy egyéb feltételek, hát párosság, hogy páros a, hogyha a neutron szám is páros, és a proton szám is páros, azok a legstabilabb magok. Ha páros, páratlan, az már kevéssé stabil, ha páratlan, páratlan, abból alig van egy-kettő, ami itt a fekete kockák által lenne reprezentálva. Aztán vannak ezek a mágikus számok, ugye látják itt például ez az ólomnak megfelelő, hát amikor én hallgató voltam, így tanultam, hogy mágikus számok. És még most is úgy nevezzük őket. Ez mutatja, hogy nem igazán értjük. Tehát vannak elméletek természetesen, de nem, nincs igazából letisztult elmélet ezekről, hogy ezek miért pont ekkorák. Tehát hogyha mindezeket, tehát ugye a magerőknek vannak bizonyos spin függő tulajdonságai, kvantummechanikai tulajdonságai, ezeket nehéz megérteni. Ha ezeket mindet figyelembe veszük, akkor ki lehet számítani ezeket a stabilitásokat, magyarul ezt a fekete kockás tartományt, és akkor abból kijön egy ilyen ábra, ami azt mutatja, hogy mennyi az egy nukleonra jutó kötési energia egy magba. Tehát magyarul a mag stabilitását mutatja a stabil magok tartományában, tehát a fekete kockákról beszélek most. És azt lehet látni, hogy van egy minimum, tehát a legstabilabb elemek, vaskobalt, nikkelnek a tartománya, ez nagyon érdekes tényleg, és hogyha innen fölfelé megyünk, akkor csökken a stabilitás, vagy ha lefelé megyünk, akkor is csökken a stabilitás, tehát igazából két irányból lehet majd, és erre fogunk majd kilukadni, energiát termelni, vagy könnyű magokat egyesítünk, vagy nehéz magokat hasítunk. Na most
ennek van az az érdekes következménye is, és majd ez elő fog jönni később, hogy egészen eddig, ugye talán tudja, tudják azok, akik most ezt az előadást figyelik, vagy legalábbis sokan tudják, hogy az elemek keletkezése az a csillagfejlődés bizonyos fázisaiban történik, és egészen eddig a vas, kobalt, nikkel, triádig ez az elem keletkezés ez lehetséges termikus úton, tehát egyre magasabb hőmérsékletet, nyomást elérve ezek az elemek keletkeznek. Innen azonban nem érthető, hogy miért tudnak tovább keletkezni ezek az elemek, és ezek már neutron befogással keletkeznek bizonyos csillagképződési folyamatokban, amiben az az érdekes, hogy ezek már nem termikus folyamatok. Tehát nem úgy működik itt a termodinamika, vagy nem is működik a termodinamika, ahogy a görbe elején. Erre majd még kitérek később. Most nézzük meg ezeket a bomlás típusokat, mert ugyan ennek az energiatermelés szempontjából közvetlen jelentősége nem lesz, de hogy miért képződik annyi rádioaktív hulladék mondjuk egy paksi reaktorban, azt ezek magyarázzák. Ahogy emlegettem, az alfa bomlás, az a sárga mező volt, az azt jelenti, hogy ha van egy N nuklid és A tömegszáma az Z rendszámmal, akkor az kibocsát egy alfa részecskét, amiben van két neutron, két proton. Ez talán eléggé közismert. Tehát ez az, ami tipikusan nehéz elemekre jellemző. A béta bomlás, ezek közül a negatív béta bomlás akkor van, hogyha túl sok a neutron. Formálisan egy neutron bomlik el protonná, elektronná és egy antineutrinóvá. Ez egyébként tényleg meg tud történni, tehát ilyen valóban van, hiszen a maga a független neutron is 10 perc alatt ilyen módon elbomlik. A béta pozitív bomlás már érdekesebb, mert ez úgy tűnik, mintha egy proton bomlana el neutronra, egy pozitronra és egy neutrinóra, de ezt nyilván érzi mindenki, hogy ez abszurd, tehát ez, mert egy szabad proton nem csinálja ezt. Tehát ezért úgy célszerű fogalmazni, hogy amikor van egy pozitív vagy negatív béta bomlás, akkor egy adott neutronszámú és protonszámú mag úgy bomlik el, hogy olyan mag keletkezik, mintha azt a magot egyel kevesebb protonból, egyel több neutronból raktam volna össze, vagy fordítva. Tehát nem a proton és a neutron bomlásáról van szó, hanem a mag bomlásáról van szó, ez nagyon fontos látni. Egyébként belebotlanánk az energia megmaradás törvényének a megsértésébe, hogyha ezt nem hinnénk el. Tehát ez lesz nekünk a legfontosabb, a béta negatív bomlás, ami nagyon sokszor, nagyon gyakran megtörténik. Itt csak megemlítem, ugye, mert biztos hiányolják, hogy alfa, béta, gamma, mi van a gammával. A gamma sugárzás, ezeknek többnyire a kísérő sugárzása, az az elektromágnesesen gerjesztett atommag legeresztődésekről szokott emittálódni, egy gamma foton. Vannak olyan hosszú élettartamú szintek, tehát maggerjesztési szintek, amik lehetővé teszik, hogy kipeparáljuk azt az adott gammasugárzót, tehát tudunk venni olyan forrást a piacon, ami tiszta gammasugárzó, de ez nem egy önálló bomlás típus, arra szeretnék kitérni. Ugye maga a béta bomlás, hogy utaljak rá picit, nagyon, nagyon érdekes, mert ugye egy olyan bomlást rátunk, hogy honnan lett itt elektron? Hát nem raktuk össze elektronból az atommagot, neutronokból és protonokból raktuk össze, akkor hogy lett itt elektront? Ugye Ez motiválta, hogy kell, hogy legyen egy negyedikféle kölcsönhatás, ez a gyenge kölcsönhatásnak a következménye. Ebben nem megyünk bele természetesen. Hát visszatérünk ide, ugye a legstabilabb elemek ugye vaskobalt nikkel, energiát tudunk nyerni, hogyha a nehezebb elemeket kisebb magját, kisebb magukra hasogatjuk. Na most ez a természet ajándéka, hogy ezt könnyű megcsinálni. Ugye, ezt nagyon könnyű megcsinálni. Hagyottaljak itt mindjárt arra, hogy ez mennyire sikeres volt, és a sikerest itt időzőjelbe teszem. Chadwick 1932-ben fedezte fel a neutront, és az ugye kell a maghasításhoz, és ugye 13 évvel később már Hiroshima és Nagasaki megtörtént. Tehát azért talán ilyen nincs a tudománytörténetben, hogy egy friss és nagyon különleges felfedezésből 13 év alatt gyakorlatilag tömegpusztító fegyvert csináltak. Persze mi nem erről akarunk beszélni. Szóval itt jön a képbe egy újabb bomlástípus, hiszen én nem mutattam meg minden bomlástípust, vannak ezek között egészen ritkák is, de az alfa és a béta bomlás az hát lényegében mindent visz, hogyha igazából erre gondolkodunk. A maghasadás az egy olyan jelenség, ami megtörténik spontán módon is, de nem igazán jellemző. Tehát maga az urán is hasad spontán, de nagyon-nagyon pici valószínűséggel. Annyi jelentősége van, hogyha ez nem lenne, akkor nem lehetne olyan könnyen elindítani egy láncreakciót. Ami bennünket érdekel, az a neutronokkal kiváltott maghasadás. Ennek eredményeképpen ugye egy neutront abszorbál egy urán-235 mag,
És akkor keletkezik egy ilyen átmeneti termék, egy urán 236, ami gyorsan elbomlik két hasadási termékre, és közben meg, ugye láttuk, hogy a körülbelül 200 megaelektronvolt energia szabadul fel. Ez a bomlás, ez a hasadás, ez nagyon sokféle lehet. Most hasadási termékek eloszlását mutatja ez a két pupú ábra. Az benne a különleges és érdekes, hogy hát ugye két csúcsú. Tehát az a legritkábban történik meg, hogy 50-50%, tehát tömegben 50-50%-ban hasad a mag. Tehát mindig egy kisebb, meg egy nagyobb hasadási termék lesz. Én sem tudom, hogy ez miért, tehát nehogy valaki megkérdezze. Tehát ezt tapasztaljuk. Itt mindjárt háromféle hasadóképes magra is föl van rajzolva az ábra. Ugye az urán 233, a plutónium 239 és az urán 235. Ezek mind úgymond termikusan hasítható magok. Nagyon hasonló a hasadási termék eloszlás, tehát ez már a mag szerkezetére utaló információ. És van még egy dolog, itt látják, hogy urán 2, tehát a urán és plutónium keveréke. Ez azért van itt, mert ugye ezzel ugye rengeteg atomfegyvert gyártottak a hidegháború idején főleg. Aztán jöttek a leszerelési tárgyalások, és irtó sok plutónium van fölöslegesen a raktárakban, és hát valahogy próbálnak a plutóniumtól megszabadulni, és ezért hagyományos atomreaktorokban uránnal keverve próbálnak ilyeneket elégetni. Itt is ezzel persze az elégetést. Tehát ez nagyon tanulságos dolog. Na most amire fölvédelem figyelmet, azt mondom, hogy termikus neutron. Ugye amikor azt mondjuk, bármi a beszélgetésben, termikus, az embernek az jut eszébe, hogy hát akkor meg kell melegíteni ezen forró valamit. Na most itt a nukleáris tudományokban, mivel a mi energiáink azok olyan kiloelektronvoltok, megaelektronvoltok terjednek, és mondjuk itt a szobahőmérsékleten az átlagos termikus energia az olyan 25 millielektronvolt, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy valami termikus, akkor az éppen az a hűtést jelenti. Tehát a mi energiáinkhoz képest egy hűtött valami, tehát már a termikus tartományban van. Tehát a neutronokat termalizálni kell, le kell lassítani ahhoz, hogy ez a neutronokkal kiváltott maghasadás végbe menjen. Ugye itt fontos az, amiről beszéltem, hogy ezek nem igényelnek aktiválási energiát, tehát ahogy a termodinamikában megszoktuk, hogy egy kémiai reakciót akarunk véghez vinni, akkor kell egy aktiválási energia. Itt nem kell egy semmiféle aktiválási energia, mivel hogy a neutron és az atommal között semmiféle taszító erő nincsen. Sőt, hogyha ezek nagyjából egy femtométer, ami körülbelül a proton átmérője, távolságba kerülnek egymáshoz, akkor beszippantja a neutront az atommag. És most jön a fontos, hogy miért kell termalizálni, akkor, hogyha elég időt tölt az atommag közelében. Ugye minden kölcsönhatáshoz idő kell. Az ember is van úgy, hogy nagyon siet az utcán, jön egy ismerőse, és nem veszi észre, mert túl gyorsan elment mellette. Ugye? Tehát minden kölcsönhatáshoz idő kell. Hogyha a neutron túlságosan gyorsan elrepül az atommag mellett, akkor nem lesz kölcsönhatás. Tehát ezért az a érdekünk, hogy a neutronokat lelassítsuk, hogy egyáltalán legyen idő erre a kölcsönhatásra, és ilyenkor nagyon nagy valószínűsége lesz ennek a neutron abszorpciónak, ami aztán a maghasadást kiváltja. Ugye ez a hűtés tényleg annyira komolyan vendő, hogy hát itt Budapesten, Csillebércán vannak olyan kollégáim, akik 15 Kelvin fokra hűtik le a neutronjaikat, hogy nagy valószínűséggel idézenek el, nem maghasadást, de neutron abszorpciót más magokkal. Tehát szó szerint hűtésre kell gondolni. Természetesen egy atomreaktorban ennyire nem lehet lehűteni, ott azért van vagy 2000 fok, de legalábbis nem millió fokokra van kell gondolkodni. Tehát a termikus aktiválás gyakorlatilag itt hűtést jelent. Ha megnézzük, hogy akkor ennek birtokában már, tehát most már tudunk magreakciót végbe vinni, méghozzá a magreakció típus az esetben maghasadás, amit neutronok váltanak ki, akkor, és itt van ez a felszabaduló 200 megelektronvolt, akkor tessék, építsünk egy atomreaktort. Hát hogy működik egy ilyen atomreaktor? Ez a skicse nagyjából annak, amit Pakson is folyik, itt maga, igen, Pakson is folyik, és négy fontos fogalmat szeretnék ebből tisztázni. Ugye maga az, hogy mi a hasadóanyag, az talán az eddig ebből világos, tehát minden olyan atommag, amit hasadásra lehet bírni. Esetünkben nagyon egyszerűen neutronokkal. Példa itt az urán 235, hát a világ atomreaktorainak az elsőprő többsége ezzel üzemel egyébként, de nagyon sok terv van más nukleidok felhasználására is. Nem olyan sok van, de az itt van. Mi az a moderátor? Nagyon fontos, ugye most mondtam, hogy termalizálni kell a neutronokat, tehát le kell őket lassítani. Hogy lehet őket lelassítani? Hát úgy, hogy kinetikus ütközésekben adják át az energiájukat.
könnyen meg lehet mutatni, hogy egy ilyen kinetikus ütközésben az energiaátadás akkor a legtökéletesebb, akkor a legnagyobb, hogyha a céltárgy és a bombázó részecske tömege megegyezik. Ebből az következik, hogy a legjobb moderátor olyan anyag, ami protonokat tartalmaz, az hidrogént tartalmaz. Tehát ezért van az, hogy itt példaként a vizet emlegettem, tehát Pakson is vizet használnak moderátornak, és itt a hidrogénekkel való ütközés okozza a leghatékonyabb moderálást. Tehát amikor moderálásról beszélek, akkor nem a reaktort moderáljuk, tehát nem a reaktor teljesítményét csökkentjük, hanem a neutronok energiáját csökkentjük, ami fölfelé viszi a reaktor teljesítményt. Ez nagyon fontos. A szabályzó, ugye mi a láncreaktorról van szó, hát látnunk kell azt, hogy hát azért nem árt, hogyha meg tudjuk állítani a láncreaktort. Ugye ez nem egy triviális dolog, ugye? Hát láncreaktor van a kémiában is nagyon sok helé. Hát próbálta valaki mondjuk a TNT robbanását szabályozni? Nem nagyon próbálkoztak ilyenekkel. Tehát nem triviális, hogy egy láncreaktort lehet szabályozni. Erről majd lesz szó később, hogy ez mégis miért lehetséges ilyenkor. Szóval kell egy olyan a szabályozás, az egy olyan anyag, ami a szükség esetén kivonja a rendszerből a neutronokat, hogy megállítsuk a láncreaktort. Ilyen például a bor, lehet ez kadmium, szamárium, mások is, de ami olcsó és hozzáférhető, az a bor és a kadmium. Itt Pakson boracélrudakat, illetve borsavat használnak a primerkörű vízben szabályzásra. A hűtőközeg, ez nagyon fontos. Látszólag, hát már túl vagyunk az atomfizikán, most kit érdekel a hűtőközeg. Nagyon-nagyon fontos. Ugye a láncreakciót tulajdonképpen akármilyen szinten lehetne stabilizálni. Lehetne a Paksot üzemeltetni 10 kW-on, meg hát most 500 MW-on mennek a reaktorok. Hogy hol van ennek a felső határa, az azon múlik, hogy az ott felszabaduló hőt milyen sebességgel tudják biztonsággal elvezetni a zónából. Ugye itt ezen az ábrán ez a zóna, ahol a fűtőelemek el vannak helyezve. Na most ez egy Paksi reaktorban kb. 20 köbméter. Most mindenki képzelje el, hogy ebben a 20 köbméter térfogatban szabadul föl annyi energia, hogy abból az ország villamos ellátásának a 10%-a jön ki. Ráadásul, ugye, mivel a hatásfok olyan 30-35%, tehát ott háromszor annyi hő szabadul fel ehhez képest. Tehát ez egy borzasztó nagy energiafelszabadulás, azt onnan biztonsággal elvezetni, ez a termohidraulika tudománya, és én nagyon tisztelem a Paksi mérnököket, hogy ezt meg tudják oldani. Ugye eredetileg ezek 440 megawattos reaktorok voltak, és ez már magyar fejlesztés, hogy 500 megawattra föl lehetett őket növelni a teljesítményt, és ez azon múlik, tehát, hogy biztonsággal el lehessen vezetni a hőt, ami ott keletkezik. Szóval a hűtőközegnek nagyon nagy szerepe van. Ugye ez egy kétkörös rendszer, ez a primerkör, ez egy nagy nyomású kör, azért, hogy a 125 atmoszférán tartják a vizet, hogy ne párologjon el, mert ha mindenütt homogén a rendszer, akkor könnyebb szabályozni. És van egy szekunderkör, ami ugye egy gőzturbinába viszi az itt elpárologtatott vizet. A gőzturbina közös tengelyen van a generátorral, és innen megy az áram a felhasználás helyére. Hát itt már ugyan mutattam, de hadd nézzük meg a Paksi atomerőmű látképét még egyszer. Szerencsére a mi Paksunk az nagyon biztonságosan működik, tehát nagyon jó paramétereket, de mondhat magának nemzetközi összehasonlításban is. Jó, tehát beszéltünk a láncreakcióról, de mondtam azt, hogy a láncreakciót lehet szabályozni, az egyáltalán nem triviális kérdés. Na most, hogyan lehet a láncreakciót leírni? Itt nagyon röviden próbáltam összefoglalni. A kulcs fontosságú itt a neutron sokszorozási tényező. Tehát amikor megtörténik egy urán hasadás, egy urán 236 igazából hasadás, akkor 2-3 neutron keletkezik, átlagban 2,47. Tehát a lényeg az, hogy egy neutron hatására a hasadáskor több, mint egy neutron keletkezik. Ugye ez az elvi lehetőségét adja a láncreakciónak. Mivel ez a 2,47, ez jóval több, mint egy, tehát nagyon jó esélyeink vannak. Tehát meg lehet valósítani a láncreakciót. Na most az a célunk, hogy azt megmutassuk, hogy ezt a láncreakciót tényleg lehet szabályozni. Azt kell látni, hogy milyen gyorsan változik a neutronoknak koncentrációja egy reaktorban. Na most ehhez kell ugye ez a neutron sokszorozási tényező, hogy ez mennyi. Ezt a szabályozó rudakkal ügyesen lehet nagyon finoman szabályozni. És hát ez az a függvény, ami ezt leírja, nem mutatom meg, hogy ez hogy jön ki. Elég annyit tudni hozzá, ugye ez a T időben meglévő neutronok száma, hogyha nulla időben ennyi volt,
és ezzel az exponens t per nagy t értékkel szózódik meg. Mi az az exponenciális függvény? Ez ugye ez egy hatvány függvény, tehát e ad a kis t per nagy t érdekem. Ez nagyon gyakori a természetben, hogy ha egy folyamatnak a sebessége az arányos, a folyamatban résztvevő speciesek koncentrációjával, akkor mindig ez az exponenciális függés jön ki, időfüggés. Tehát itt is ezt tapasztaljuk, tehát elég legyen ebből ennyit talán elmondani. Lényeg az, hogy mik ezek a paraméterek, ugye a t az az eltelt idő, és a nagy t pedig az az úgynevezett karakterisztikus ideje ennek a láncreakciónak, és ebből a függvényből az jön ki, hogyha éppen nagy t idő telik el, mivel ez egy E-ados függvény, az E az 2,718 valamennyi, ezért ha ez a nagy T idő telik el, akkor körülbelül háromszorosára nő a neutronok száma a reaktorban. Most az a kérdés, hogy mennyi ez a nagy T idő? Szóval hogy lehet ezt befolyásolni? Ez természetesen befolyásolja, itt mutattam, hogy mit jelent ez a nagy T, ez a tau nevű mennyiség, ami a neutronoknak az élettartama a reaktorban. Tehát attól pillanatban, hogy megszületett a neutron egy hasadásban, mennyi idő telik el addig, amíg ő elnyelődik. Tehát ez a neutron élettartam, és ez a K-1, pedig ugye itt a K, ez a neutron sokszorozási tényező. Tehát ettől a kettőtől függ. Na most, ha ezt a K-t, ezt 5000-en tartjuk, ezt könnyű megcsinálni technikailag, akkor ki lehet számolni, hogy mennyi lesz ez a nagy T, tehát amennyi idő alatt háromszorosára nőne a neutronok száma. Na de mennyi a neutronoknak az élettartam a reaktorban? Kiderül, hogy ha a neutron már megszületett, akkor sajnos 100 mikroszekundum ez az élettartam. Tételezzük fel, hogy ezzel kell számolnunk, nincs más neutron, és akkor ebből ez 100 mikroszekundumot jelent, ugye? Akkor kiderül, hogy ez a nagy T, tehát ez a karakterisztikus idő, ez 200 szekundum. Tehát, hogy a 200 másodperc alatt háromszorosára nő a reaktor teljesítmény, nem hiszem, hogy lenne operátor, aki be tudna avatkozni. Tehát ez nem működik. Ha a természet csak ennyit adna nekünk, akkor ma csak atombomba lenne, nem lenne reaktor. De szerencsére a képződő neutronok között nagyon kis százalékban, tehát látják 64%-ban vannak úgynevezett késő neutronok. Ezek hosszabb ideig élnek, persze ez most egy kis csúsztatás, mert nem ők élnek ilyen hosszú ideig, hanem ezek úgy keletkeznek, hogy menjünk vissza egy kicsit a láncreakcióra. Ugye, mit mondtam az elején, hogy ahogy megyünk fölfelé a stabil magok tartományában, egyre több neutron kell ahhoz, hogy stabil legyen az atommag. Na most, amikor hirtelen ketté válunk egy atommagot, akkor hirtelen lezuhanunk egy sokkal alacsonyabb rendszámtartományba, ott nem kell olyan sok neutron, tehát hirtelen irtózatosan nagy neutron felesleg lesz, és ettől úgy szabadul meg a rendszer, hogy egy, a hasadás pillanatában felszabadul az átlagban 2,47 darab neutron, utána lesznek olyan erősen gerjesztett magok, amik neutron emissziót produkálnak, ezt hívják neutronbomlásnak, ez egy ritka bomlástípus, de nekünk ez most segít, ugye? Tehát neutronbomlást, amik egy neutron emisszióját jelenti. Majd ezt követik, majd látjuk későbbekben, negatív béta bomlások sorozata. Tehát ezek a késő neutronok, ezek igazából az atommag belsejében töltenek el átlagban 14 másodpercet, de a mi neutron leltárunk szempontjából teljesen mindegy, hogy ezek miért élnek olyan sokáig. Jogom van kiszámítani az átlagos élettartamukat, hogyha ezeket a késő neutronokat is számításba veszem. Ugyanennél a neutron sokszorozási tényezőnél, ez jó, reaktivitásnak is hívják, ez a nagy T, ez 20 másodperc lesz. Ugye? Ez a természet ajándéka. Tehát 20 másodperc alatt be lehet avatkozni. Tehát ettől lehet a láncreakciót szabályozni. Ez egy nagyon fontos dolog, és mondom, egy nagyon szerencsés helyzet, úgyhogy ennek igazán örülhetünk, azt hiszem. Na most, ha tovább megyünk, még a kockázatok, ugye visszatérek arra, hogy tehát nagy rendszámú elemek esetében nagyon sok neutron kell a stabilitáshoz. Ha hirtelen ketté vágom, akkor nagyon nagy neutron felesleggel kell valahogy elszámolnom. Ez úgy szűnik meg, hogy vannak prompt neutronok, tehát a hasadás pillanatában felszabaduló neutronok. Utána van egy-kettő ilyen neutron emisszióban keletkező neutronok, ezek a késő neutronok. De még ez után maradó atommagok is túlságosan sok neutron tartalmaznak, de ezek már úgy mondjam ráérnek negatív bétabomlással bomlani. Ugye a negatív bétabomlás az a bomlás típus, ami a neutronok számát csökkenti a protonokhoz képest.
És ez nem, hogy egyszer történik meg, ugye olyan sok a neutron, hogy ezek ilyen kaszkádszerűen zajlanak. Itt mutatok egy példát, tehát ebben az esetben a bárium, egy bárium 144 képződik, az egyik hasadási termék, ez béta negatív bomlással lantán 144, majd cérium 144, majd prazeudémium 144 bomlik. Tehát ez négy bomlás. Nos, utána van egy stabil neodímium. A másik oldalon kripton, rubidium, stroncium. Tehát, mivel itt nagyon változatos fejlődési idők vannak, itt, ahogy az idő telik, és a hasadások egyre nagyobb számban történnek meg, ezek a radioaktív elemek fölhalmozódnak a reaktorban. Emiatt óriási aktivitás fog kialakulni, és ha mondjuk egy 4 évet szolgált ilyen fűtőelemet mondjuk kivennének a vízből, amikor leállították a láncreakciót, kivennék a reaktorból a vízből, akkor egy perc alatt 1000 fokon izzana már. Tehát ez olyan nagy mennyiségű hőt termel, emiatt a maradék radioaktivitás miatt, amit ezek a béta kaszkádok okoznak, hogy, és az nagyon fontos ezt, hogy ideírtam, hogy ezeket a kiégett fűtőelemeket 50 évig kell tárolni. Tehát ezt nem sokan tudják szerintem. Tehát amikor azt látjuk, hogy az atomreaktorok üzemeltetői csak még tárolgatják a kiégett fűtőelemeket, akkor nem azért van, mert nem tudják, hogy mit csináljanak vele. A 70-es évek közepén kezdődött a civil, tehát bolgári reaktorok építése. 50 év az mit jelent? Az 2025 mondjuk. Tehát most kezdődik az a periódus, amikor azok az államok, akik már a 70-es években építettek reaktorokat, azokat a fűtőelemeket már eltemethetik. Azok már lehűltek, szó szerint lehűltek annyira, hogy az eltemetéskor bármibe csomagolják be, azt a csomagolást nem fogja tönkretenni, nem fog elolvadni az üveg, nem fog eltörni az acélhordó és hasonlók. Ugye? Tehát ez nagyon fontos dolog. Tehát mi itt Magyarországon 80-as évek közepén kezdtük, 2030-as évek közepéig ráérünk ezzel, tehát hogy egy ilyen mélységi tárolót kialakítsunk neki. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része. Egyébként, hogy mennyi hulladék keletkezik, hoztam ide egy ilyen kis, hát egy emlék nekem Japánból. Japánban egy atomreaktort látogattunk meg valamikor régen, jó régen volt, és ajándékba kaptam, én is, mindenki más, ez egy óra, a japánok még pótelemet is adtak hozzá, szóval ez azért a nagyvonalúságnak a ne továbbja, egy működő óra, és ennek egy kis állványa a lényeg, ez ilyen mennyiségű, nagy aktivitású hulladék keletkezik akkor, ha egy japán család 40 évig minden elektromos energiát egy atomreaktorból kap, egy atomerőműből kap. Tehát egy japán család 40 év alatt ennyi nagy aktivitású hulladékot termel. Tehát ez valóban egy térfogatot a tömegre nem igazán sok, úgyhogy, de természetesen a radioaktivitás az óriási, úgyhogy ezt nem szabad elbagatellizálni. De ez, ami érdekes, ez a tárolási kényszer, ez nem tréfa dolog. Na jó, kockázatokról van szó. Szóval ez egyik kockázat, hogy irdatlan aktivitás halmozódik fel a reaktorban. Tehát azt nem lehet félváról venni. Ugye a fukushimai baleset ugye ezzel volt kapcsolatos, hogy ott megszűnt a fűtőelemeknek a hűtése, nem is volt ott se a láncreaktor, már régen nem, és hát ugye ott 4 reaktor épületben is volt robbanás. De arról nem akarok beszélni, de viszont a csernobili balesetről azért szeretnék egy pár szót szólni, bár már annyira régen volt, és néha tényleg már a hallgatóban is elcsodálkozom, hogy te jó, hát nekik el kell mesélni, ugye ezt. Hát korábban volt, mint amikor ők születtek. Hát talán már nem is érdekes ez nekik annyira. Hiszen ez 1986-ban történt, ugye akkor én 26 éves voltam, régi szép idők, úgyhogy, és nagyon fontos ebben, és higgyék el, nem bagatellizálni akarom, de tehát ez a nagy baleset, ez a erőművek építését követő 10 éven belül történt. Tehát volt egy nagy leszke volt ez a szakmának, és azóta eltelt, ugye mennyi, 37 év, ha jól számolom? 37 év, és semmi hasonló nem történt. Semmi hasonló. Tehát az, hogy a láncreaktor elszabadult volna, és ebből egy baleset lett volna, semmi ilyesmi nem történt. Legalábbis egy nagy baleset. Ami ott történt, és ezt akarom elmesélni, hogy mi volt ennek a balesetnek az oka, vagy a legfontosabb gyökere az mi volt, azt megint csak a láncreakció ismeretében lehet megtudni. Ugye a következő a helyzet, hogyha nagyon sokféle hasadás történik, az egyik hasadásnak a terméke, az látjuk, az a Teldur 135,
És ez tovább bomlik, ugye béta negatív bomlása a jód 135-té, majd ez tovább xenon 135-té, ami tovább bomlik cézium 135-té, majd ez bárium 135-té, mert már stabil. Tehát ez egy bomlási ág, ami bizonyos százalékban megtörténik a reaktorokban. És ebben van egy nagyon, hogy is mondjam, nagyon, nagyon nagy ellenség, izotóp, ez a xenon 135. Ez ugyanis úgy viselkedik, mint a bór, amivel szabályozzuk a reaktort, csak még annál is jobban. Tehát ennek a, látják itt, ez a neutron befogási úgynevezett hatáskeresztmetszet barnban, ez a reakció valószínűségét jelzi. Na most ez a barn nevű egység, ez 10 a mínusz 24 négyzetcentiméter, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy ez azért választották ezt az egységet, mert a magreakciókra akkor ezek a hatáskeresztmetszetek olyan kis számok. Kis számok. Na hát ez nem egy kis szám, ez 2,65 millió. Ugye? Tehát ez egy iszonyatosan erős neutron abszorber. Ha ez keletkezik a reaktorban, akkor nyilván ez a neutron fluxus egy jó részét ez elviszi, ugye? Tehát ez egy szabályzó, csak nem mi rakjuk be a reaktorba, hanem ez magától keletkezik. Ez egy óriási gondot tud okozni, és nagyon fontosak itt a feledési idők. Látják, 6,7 óra, 9,1 óra. Ez azt jelenti, hogy ennek a xenonnak a felhalmozódása a reaktorban, az nagyjából ilyen időskálán megy végbe. Ha utána számolom, kiderül, hogy 11,2 óra az, amíg a maximális xenon koncentráció kialakul, ha leállítottuk a reaktort. Most Csernobilban valami ilyesmi történt. Tehát ők egy olyan kísérletet akartak elvégezni, ami a biztonságot szolgálta volna, hogyha leáll a reaktor, akkor ugye egy darabig még forog a generátor, és az a generátor biztosít-e még annyi, ahhoz elegendő áramot, hogy a reaktorokat hűtő, mert a reaktorokat ugyanis utána is hűteni kell. Mit mondtam, 50 évig kell tárolni, tehát azt még évekig hűteni kell aktív vízárammal. Tehát egy közvetlen leállítás után nem szabad a hűtésnek leállni. Tehát, hogyha leáll mégis a reaktor, mondjuk egy földrengés miatt, mint Fukushimában, akkor a még után forgó generátor termele annyi áramot, hogy a vízáramot fönntartják addig, amíg a dízel generátorok beindulnak, teljes teljesítményt elérnek, hogy azok adjanak áramot ezeknek a szivattyúknak. Ez volt a kísérlet célja. És ezt a kísérletet korábban már kétszer megcsinálták, és semmi gond nem volt. Mi volt itt a különbség? Az volt a különbség, hogy a kísérletet azzal kezdték, hogy lecsökkentették a reaktor teljesítményt, főleg azért, hogy bizonyos rendszereket kikapcsoljanak, ami nem illegális, hiszen ott vannak a szakemberek, hát ha biztonsági rendszerek mind belennének kapcsolva, akkor nem lehetne semmi se csinálni a reaktorral. Tehát ez nem volt illegális önmagában. Ami a pechjük volt, és persze ez nem jó szó ide, hogy pech, sokkal nagyobb ugye, baj lett ebből, hogy amikor ezt megtették, akkor jött egy telefon Moszkvából, hogy hát még ne álljanak le a reaktorral, ezt a kísérletet halasszák egy kicsit, és jó, ők akkor leálltak. Pontosabban egy kis teljesítménye ment a reaktor folyamatosan. És akkor 9 óra elteltével jött a telefon, hogy már lehet folytatni. És ők elkövették azt a hibát, hogy nem számoltak ezzel a xenon felhalmozódással, és ahhoz, hogy újraindítsák a reaktort, gyakorlatilag az összes kontrollrudat kihúzták. Ami nagyon-nagyon veszélyes állapot, tehát ilyet nem szabad csinálni, tehát ez tényleg az ő hibájuk volt, ilyet nem szabad csinálni, mert ugye közben mi történik? Ugye van ez az ág, ez a 9,1 órás bomlása a xenonnak. A xenon közben bomlik, tehát csökken a koncentrációja. Ugye egy darabig ugye blokkolja a láncreakciót, ugye, mert túl nagy a koncentráció, de amikor elér a koncentráció egy olyat, hogy már ez a blokkolás megszűnik, akkor ugye abban a pillanatban elindul a láncreakció. Most gondoljuk meg le, hogy elindul a láncreakció, az mit jelent? Hogy hirtelen ez az ág elkezd növekedni. Tehát nő a neutronfluxus, mert nő a reaktor teljesítmény. Ha nő a neutronfluxus, akkor a növekvő neutronfluxus növekvő sebességgel fogyasztja a xenon 135-öt, ami éppen a féke volt a láncreakciónak. Ha növekvő sebességgel fogyasztja a xenon 135-öt, akkor még gyorsabban nő a neutronfluxus. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, egy ilyen pozitív visszacsatolás, vagy öngerjesztő folyamat, ami iszonyú gyorsan fölturbózta a reaktor teljesítményt, olyan gyorsan, hogy a leírások alapján ugye nagyjából 100 megawatton ment a reaktor, ez egy 1000 megawattos blokk volt, és 2 másodperc alatt fölment 100.000 megawattra, tehát 1000-szeresére nőtt a teljesítmény 2 másodperc alatt. Na most ezt nem lehetett megállítani. Ez,
Amíg egy ilyen típusú reaktorban, amíg helyre raknak egy kontrollrudat, az 15-16 másodperc, tehát eddig tart. Tehát ez 2 másodperc alatt nem tudta volna senki sem megcsinálni. Van egy olyan vélemény, egy szakmai vélemény, hogy hát az is, vagy egy ilyen tervezési hibája is van ennek a reaktornak, hogy úgy működnek olyan a szerkezetük a szabályozó rudaknak, hogy az alsó harmad a grafit, utána jön a bóracél, majd utána megint grafit. Ez azért van, mert ilyen szendvics szerkezetű az egész reaktor. Na most ez a grafit itt miért van, ez a moderátor, nem víz a moderátor, hanem grafit, viszonylag könnyű elem, ugye. És a probléma az, hogy amikor elkezdik betolni a reaktorba a szabályozó rudat, amíg a zónában a grafit rész van, mivel az moderátor, az ugye tovább lassítja a neutronokat, növeli a reaktor teljesítményt. Tehát átmenetileg kicsit megnő a reaktor teljesítmény ilyenkor. Amikor betolják a zónába már bóracél részt, akkor persze leállít mindent. Na most ennek itt a 2 másodperc miatt különösebb jelentősége nem volt. Tehát az igazi oka a balesetnek ez a nagyon szerencsétlen telefon, ami 9 órát várakoztatta az ottani kollégákat, akik nem vették komolyan a xenonmérgezést. Tehát nekik várniuk kellett volna 2-3 napot, elfogy a xenon, és akkor lehet folytatni a kísérletet. Hát ezt nem tették meg, és ez történt. Azt hiszem, ennél rosszabbat talán szándékosan se lehetne csinálni atomreaktorra, én úgy gondolom. Tehát, és itt a grafit moderálásnak még az volt a problémája, hogy utána hogy napokig égett a grafit, és nyomta a légkörbe a sok radioaktív szennyezőt. És ez még mindig sok évtizedes munka hát az ukrajnaiaknak, hogy ezt onnan eltakarítsák. Tehát ez egy nagyon szerencsétlen dolog. Egyébként nagyon érdekes hozzátenni, hogy mondják, hogy az RBMK reaktor, ez a Csernobili típusú reaktor, ez egy problémás reaktor. Azért az oroszok megengedték azt maguknak, hogy 1990-ben üzembe állítottak egy ugyanilyen reaktort, ugyanilyen atomerővet, ilyen reaktorokkal, ez Smolenskben üzemel, tehát 4 évvel Csernobil után helyezték üzembe, és 2050-ig van engedélye működtetésre, nincs vele semmi baj. Tehát ebből nagyon sokat tanult a szakma, úgy gondolom, hogy ilyen talán nem fog még egy történni. Jó, akkor, de hát akkor is az a veszély fönnállt, és ez nem mentesít bennünket azzal, hogy ténylegesen nagyon nagy mennyiségű radioaktív anyag keletkezik, ezekkel végül is valamit kell majd csinálni. Úgyhogy nézzünk akkor a másik oldalt, ami talán kevésbé veszélyes, csak kicsit komplikáltabb, majd meglátjuk. Ez amikor kis atommagokat fogjunk fúzionálni, és nagyobb atommagokat csinálni belőle, és hát így nyerünk energiát. Ez a típusú energianyerés egyébként valamivel több, mint a hasadása, tehát a tömegegységre számítjuk, akkor a 7-szer annyi energia keletkezik, de ez függ attól is, hogy melyik magreaktort használjuk, de ebben nincs nagyságrendi különbség. Tehát az energianyereség ez hasonló. De a megvalósítás azért sokkal komplikáltabb. Tehát ez a magfúzió, amiről én akarok beszélni, ez ugye a jövő még, legalábbis tehát energiatermelő reaktorokról beszélve abszolút értem a jövő. És ugye hát mindig mondják a fúziós emberek, hogy 30 év múlva lesz fúziós reaktor, és már 50 évvel ezelőtt is ezt mondták. És most már talán nem olyan sok idő lesz, de majd mindjárt kiderül. Jó, nem tudom, mikor lesz, csak úgy én is csak sejtésekben bocsátkozom. Na, a lényeg az, hogy hát a napban mi megy, azt akarjuk lehozni a Földre. Hát protonok ütköznek, és akkor végül is hélium lesz belőle. Tehát 2 proton ütközik, lesz egy deutérium. Azt, hogy miért lesz rögtön deuteron belőle, az azzal függ össze, amit az imént emlegettem, hogy 2 protonból nem lehet atommagot csinálni. Ez már tehát a magerőknek a spinfüggése miatt van így. Tehát rögtön deuteron lesz belőle, aztán meg később alfa részecske. Szóval a lényeg az, hogy protonok ütközésével kezdődik. Na most ezt megvalósítani nagyon nehéz. Nagyon magas hőmérséklet kellene itt a Földön. Ugyanis itt tényleg kell, ezek tényleg termikus reakciók, tehát termikus aktiválás kell, meg föl kell gyorsítani a protonokat olyan sebességre, hogy amikor összeütköznek, akkor olyan közel kerüljenek egymáshoz, hogy a magerők elkezdenek hatni, és akkor összeszippantják őket. Na most ezt nehéz megcsinálni. Tehát azért mit választanak inkább? Itt van 3 típusú ilyen hatású görbe, ami a energiától függ, tehát deuteronokkal kiváltott reakció, tehát deutérium, triton, a triton az a tríciumnak a magja, tehát 1 proton, 2 neutron, 2 deuteron, illetve deuteron és 3-as hélium. Miért jobb ezekkel dolgozni? Mert ugye a töltés ugyanúgy egyszeresen pozitív, de a részecskék nagyobbak.
És a magerők ugye a részecske felszínétől számolva mondjuk egy femtométerre hatnak. Tehát amikor ezek egymást megközelítik, és már hatnak a magerők, akkor a töltéscentrumok még sokkal messzebb vannak egymástól. Tehát nem kell akkora kulomb-taszítást legyőzni, mint a protonok esetén. Tehát ezért célszerű ezeket a reakciókat választani, és erre is esett a választás. Itt látjuk ebből a görbéből, hogy a legjobb ugye az a DT reakció, tehát a deuteron és a tritonnak az ütköztetése. És akkor ebből is végül is hélium lesz. Tehát, de hát mondtam, ez tényleg kell termikus aktiválás, és hát ilyen ideállítom 10-100 millió Kelvin, hát a nap belsejében 16 millió Kelvin van, tehát ott ez már végbe megy, de érdekes módon azt már látjuk, hogy ha itt a Földön akarjuk ezt megvalósítani, akkor kell 100 millió Kelvin hozzá. Azért kell ilyen sok, mert a napban óriási a nyomás, és ugye a reakció valószínűsége két dologtól függ, az ütközések gyakoriságától és az ütközések hatékonyságától. Ugye 16 millió Kelvin az ütközések hatékonysága nem olyan nagy, de az ütközések gyakorisága az óriási nyomás miatt nagyon nagy. Tehát itt egy ilyen itthoni berendezésben sok 10 köbméteres térben lesz 1-2 gram anyag, tehát az nagyon ritka anyag, tehát ott nem lehet nagyon gyakori ütközéseket elvárni, tehát ott nagyon magas hőmérséklet kell. Amit itt látunk, ez már egy ilyen Tokamak nevű berendezésnek a belse, ez egy ilyen gyűrű alakú berendezés, történetesen ez egyik létező berendezésnek a képe, és látjuk, hogy itt tehát egy deuteron és egy triton reagál, és ebből lesz egy hélium, tehát egy alfa részecske, hogyha atommag szintjén nézzük, és egy neutron. Ez a neutron nagyon fontos lesz. Miért lesz fontos? Mert mindjárt megkérdezhetnénk, hogy jó, hát a napban hidrogén, meg hidrogénből az hélium, de most itt meg deuteron, meg trícium. Hát a deuteron az még rendben van, mert deutérium az rengeteg van az óceánban. Hát ugye a vízben van nehéz víz, valamennyi. Azt ki lehet onnan szedni. Na de honnan szedünk tríciumot? Hát az egy 12 éves feledés idejű radioaktív elem. Hát azt honnan szedünk? És mindjárt ki fog derülni. Na, mi ebben a Tokamak berendezésben lényeges, hogy egy plazma állapot van, tehát ez jó nekünk, tehát nagyon magas a hőmérséklet, ott már minden ionizált. Ez azért szerencsés, mert ha így van, akkor mágneses terekkel ezeket egyben lehet tartani. És miért kell egyben tartani? Pontosabban egyben tartani és eltartani a berendezés falától. Mert ha ez a plazma hozzáér a berendezés falához, akkor olyan pillanatszerűen lehűl, hogy a fúziós reakció már vége is, az nem fog folytatódni. Tehát ezek a mágneses terek, ezek nagyon-nagyon fontosak. Nagyon érdekesek a fejlesztések, amikor én is először beleláttam, teljesen ledöbbentem, hogy ugye még csak tervezőasztalon léteznek, vagy hát nem csak. Hát maga az energetikai részek tervezőasztalon léteznek, de egy ilyen berendezésben ugye képzeljük el azt, hogy 100 millió fok van ebben a gyűrűben, és tőle 80 centire, tehát 80 centiméterre 4 Kelvin körüli folyékony héliumban áznak a szupravezető mágnesek, amik a mágneses teret csinálják. Tehát ez meg van csinálva. Ez nagyon fontos. Ez fantasztikus szerintem. Jó, tehát mágneses összetartással dolgoznak. Nagyon fontos, hogy egy ilyen rendszerből közvetlenül nem visznek ki energiát, tehát nincs az, hogy bemegy egy ilyen vízcső, és akkor kijön a gőz. Tehát rögtön lehűteni a plazmát, ilyen nincs. Tehát a plazma a sugárzással adja át a hőt, és majd látjuk a neutronok segítségével, aminek dupla haszna lesz. Tehát a neutronok, ugye, ők a mágneses térrel nem tudnak mit kezdeni, tehát ők elhagyhatják a plazmát, és ennek jelentősége is lesz, mert itt van az egésznek a vázlat, hogy történik. Tehát itt van a plazma, ahol megy ez a deuteron-triton reakció, ez a reakció. Tehát abból keletkezik a végtermék, ugye a hélium, vagy alfa részecske, és egy neutron. És akkor ezt mire használjuk? Arra használjuk, hogy ugye elhagyják a neutronok a plazmát, és kikötnek itt ebben a lítium köpenyben. Ugye egy lítiummal, vagy lítium ötvözettel, lítium vegyülettel van ez körbevéve, a tervek szerint sokféle terv van. És itt van egy másik magreakció, a lítium 6, ugye neutronnal reagálva, tríciumot, az a tritont szolgáltat, és alfa részecskét megint csak. Ez itt az alfa részecske fogja főleg fűteni ezt a lítium köpenyt, és ebből van az energia kivitel. Ugye ez már különleges ilyen víz, akár vízzel működő, ugyanolyan rendszer, mint amit akármilyen erőműnél meg tapasztalatunk. Tehát itt keletkezik az a trícium, ami föl van használva. Tehát a tríciumot visszacirkuláltatják a fúziós reaktorba. Persze van ebben kihívás, mert ahogy ezt én így fölrajzoltam, ez azt jelenti, hogy pont annyi trícium keletkezik, mint amennyi kell. Tehát ha van egy pici veszteség is,
akkor ezt pótolni kell. Na, erre vannak azért megoldások, de, de most tényleg nem, nem lenne időnk. Ugye ennek a rendszernek, tehát hogy amiatt, hogy nem tudunk proton-proton reakciót csinálni, az így a hátránya, hogy a nettó üzemanyaga egy ilyen fúziós reaktornak sajnos nem hélium lesz, meg tehát trícium a reaktáns, de a másik, a deutériumon kívüli nettó üzemanyag az lítium. Tehát lítiumot fognak gyakorlatilag elégetni, és deutériumot, amiből aztán a végtermék az alfa részecske, vagy hélium, ahol az energia felszabadulás megtörténik. Úgyhogy, na most, hogy ugye elég bizarr ez egész, hogy pláne, hogy mondtam, hogy ilyen szupravezető mágnesek kellenek, 100 millió fok, meg majdnem nulla fok, tehát ezek nagyon nagy kihívások, de hogy úgy mondjam, ehhez a fizika gyakorlatilag kész van, tehát a fizika régen kész van hozzá, de ezek nem olcsó kutatások. Ez az ábra arról szól, hogy ezek a különböző betűjelek különböző a világban már megépített ilyen fúziós berendezéseket, kísérleti berendezéseket jelölnek, amikben a kísérletek ugye arra mentek ki, hogy mennyire lehet a fúziót, milyen sokáig lehet fenntartani. És itt a vízszintes tengelyen azt látják, hogy ez a számított plazma összetartási idő, tehát meddig megy a fúzió, itt pedig a tapasztalt. És ez egy 45 fokos szögű egyenes. Tehát ki lehet számítani, tehát pontosan lehet tudni, hogy mi fog történni. Az egésznek a kérdése csak a nagyság. Ugye minél nagyobb ez a tokamak, annál hosszabb ideig lehet benne a fúziós reakciót fönntartani. Tehát a következő mutatom, hogy ezek a különböző színű, ezek a metszetei ennek a tokamaknak, ennek a gyűrűnek. Mutatom itt nagyjából a méretnek a növelését. Ugye ez a jelenlegi Franciaországban menő kísérleti berendezésnek a mérete, ez, és ugye ahogy megyünk egyre fel méretekbe, egyre hosszabb idejű fúziós, tehát a plazma összetartásra lehet számítani. Na most, hát ennek egy rákfenéje, hogy nem lehet kicsiben kísérletezni. Tehát ezért is, hogyha maghasadást akarok produkálni, akkor azért hoztam az ólomtéglát, ez körülbelül ennyi plutóniumból már itt maghasadást lehet produkálni itt az asztalon. Persze, én még nem is láttam plutóniumot, uráncsal láttam életemben se, de tehát azt szinte akármilyen kicsiben meg lehet csinálni, lehet itt kísérletezni, de fúzióval nem lehet kicsiben kísérletezni, mert ugye az a lényeg, hogy milyen a felület és a tömb aránya. Ha nagy a berendezés, akkor a felület arány kicsi, és akkor kicsi a veszteség, hosszú ideig fönnáll a fúziós reakció. De ha nem ez áll fönn, akkor azt nem lehet vele csinálni semmit. Minden esetre, ha megnézzük az előnyeit, meg hátrányait, tehát ugye a biztonság és a környezet szempontjából, tehát semmi vészlájtás nem kell. Ha leáll a fúziós reakció, akkor leállt és kész. Nincsenek még tovább melegedő fűtőelemek, semmi ilyesmi nincsen. Leállt az egész és lehűl. Tehát ez egy fantasztikus dolog, tehát nem az, hogy most akkor mi történt a fúziós reaktorban, akkor mindenki észveszve meneküljön, mert véletlenül leállt, semmi nem fog történni. Csak ugye fáj a fej a mérnököknek, hogy újra kell indítani, körülbelül ennyi, tehát kicsit elbagatalizálva. Tehát nincs semmiféle olvadás, zónaolvadás, hőtermelés, minden megszűnik, ahogy a fúziós reakció leáll. Rádiódi fulladék mennyisége, hát az előzőkben láttuk, hogy minden hasadás után egy csomó, tehát egy hasadás után legalább ilyen 6-7 lépcsőben, ugye, tehát 6-7 féle béta aktív izotóp keletkezik. Ezek halmozódnak. Itt mi történik? Van egy fúziós tér, ott persze trícium keletkezik, de azt nagyjából föl is használjuk. A neutronokkal besugározzák ugye a tokamaknak a belső palástját, ezt wolframból tervezik csinálni. Ezek a wolfram elemek persze föl fognak aktiválódni, tehát ezek rádióaktív hulladékként fognak szerepelni, ezeket a tervek szerint 5 évenként kell cserélni majd, ennyi. Tehát ez összesen hasonlítható azzal, mint ami mondjuk Pakson keletkezik ezekben a percekben is. Nem is lehet összehasonlítani, tehát szinte jelentéktelen a hulladék probléma. Na most a működés, a teljesítmény, ez egy érdekes, ugye mivel nem lehet kicsiben csinálni, ezért a legkisebb méret, ahol már a fúzió stabilan fönntartható, az azt jelenti, hogy 1 gigawattos teljesítménye lesz. Tehát mint fél paks, ugye, egy reaktornak.
És ráadásul ezek a reaktorok a tervek szerint ilyen impulzus üzemmódban, vagy legalábbis ilyen szaggatott üzemmódban fognak üzemelni. Tehát azt a feladatot kell a mérnököknek kezelni, hogy van egy gigawattnyi energiatermelés, aztán hirtelen az nincs. Most egy ország energiaellátása szempontjából ez az egy nagy kihívás. Tehát most hirtelen egyszer csak kiesik ennyi teljesítmény. Tehát itt a köztes energiaellátásról kell gondolkodni. Ez egy fejfájás, de ez megoldható. A gazdaságosság, hát ez érdekes. Az elmondottakból talán látszik, hogy ez irtózatosan drága. Tehát szupravezető mágnesek, bonyolult berendezés, tehát aki emlegettem ezt a kollégát, Zoletnik Sándor, a vezetője a Magyar Fúziós Kutatásnak, ő mondta egyszer ezt a hasonlatot, hogy ha összehasonlítjuk egy fúziós reaktornak a bonyolultságát mondjuk egy paksi atomreaktorhoz, akkor kb. Az úgy viszonyul egymáshoz, mint a paksi atomreaktor egy kávéfőzőhöz. Tehát irtózatosan bonyolult rendszerről van szó. Ezzel kapcsolatos ugye a lemaradás is, ugye, hogy mondtam, majd 30 év múlva lesz reaktor, még mi 30 év múlva, hát nem tudom. Hát itt látható az eredeti terve ennek az ITER nevű projektnek, ami Franciaországban, Kadarasban uniós és amerikai együttműködéssel zajlik. Hát ugye 2020-ra tervezték az első plazmát, az már elmúlt. Valahol azt olvastam, hogy 2023-ra tervezték, lehet, hogy az egy későbbi forrás volt. Most 2035-re tervezik. De lehet látni ebből a ábrából is, hogy csak a tokamaknak a felépítése, ugye eredetileg 2015-től 2019-ig, tehát maga a reaktor felépítése 4 évet vesz igénybe. Úgyhogy ez egy óriási kihívás. Na, de nem csak ez az ITER projekt van egyébként, nemrég hallottam, és csak a hírekben még minden van, meg aztán utána olvastam. Ugye a Dél-Korea is dolgozik ilyen, ez a K-Star nevű projektjük van, de ami érdekesebb, és ami a legnagyobb kihívás szerintem, azok a kínaiak. 3 helyen is van Kínában ilyen kísérleti berendezés, és meg lehet nézni, mi mindent produkáltak eddig, hogy 101 másodpercig tartottak fel 120 millió kelvint, 20 másodpercig 160 milliót, és 1056 másodpercig 70 millió kelvin. Szóval ezek óriási eredmények. És ami meg Japánt illeti, én ezt nagyon ígéretesnek tartom, ugye 522 millió kelvin, ugye nem láttam időadatot. Tehát ugye magasabb hőmérséklettel az remélhető, hogy esetleg nem csak a TD, hanem a DD reakció is mehetne. Nem tudom, nem vagy annyira szakértője, de az lenne az igazi, ugye nem kellene tríciumot gyártani hozzá, de ezt én most csak fantáziálom, úgyhogy egyelőre ezt a DT reakciót próbálják meg valósítani. Szóval ezek a kilátások, egyébként azt mondják a kínaiak, hogy 2040-re lesz működő reaktoruk. Hát nem tudom. Ugye az Unióban az a probléma, hogy ugye egy országok szövetsége, és minden átkozott túl lassan, a döntéshozatal nagyon lassan megy. Ami demokratikus, az mindig lassú, ugye? Tehát rettentő lassan megy. Én 10 évvel ezelőtt hallottam egy ilyen számot, hogy egy európai uniós polgár évente 5 eurót költ a fúziós kutatásokra. Most ahhoz képest, hogy mennyi az energia, mekkora az energiaigény, ez nem túl sok pénz, ugye? Tehát az a pénzen múlik alapvetően, és akkor hát az utolsó, a diám lényegében az ezt mutatja, hogy hát látják, az első maghatozásos kísérleti reaktor, az ugye Chicago 1942, hát csak egy rajz van róla, akkor ugye volt egy világháború mégis, nem lehetett csak fotózgatni, tehát ilyenek vannak. De annyi látszik, hogy egy ilyen kisebb terem méretű volt az a reaktor, ugye? És akkor az alsó kép pedig ennek az ITER projektnek az épülése, ugye hát ez egy sok hektáros terület, és láttuk az időskálát is. Szóval, és akkor ez még csak a tényleges energetikai reaktor előtti kísérleti berendezés lesz. Tehát irtózatosan sok probléma van, nagyon sok technikai dolgot lehet megoldani, de már nagyon sok minden megvan a tervezőasztalon, a megvalósítás legnagyobb lassító tényezője a rendelkezésre álló pénz. Ugye én magam részéről, én optimista vagyok, lehet, hogy már nem érem meg, hogy tényleg lesz egy fúziós reaktor, de nagyon sok előnye van ennek a rendszernek, és hát az energia éhséget jelentősen tudná ez kompenzálni, amit ma megélünk, úgyhogy én ezzel megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.